Az az igazság, két helyre, tehát kétszer ugyanarra a helyre nem megyünk. De mivel tavaly nagyon rendesek voltak, idén is időbe szóltak, így a Baki elkötelezte magát, szívesen jövünk, tavaly is jól éreztük magunkat. Vagyunk annyian, hogy elosztuk, ugye, mert rendszeresen mi nem focizunk, ilyenkor nyáron, ilyenkor oda kell figyelni, ne sérüljünk meg, jó hangulat legyen, tehát nem a győzelem a fontos, mi már játszottunk ilyen meccseken, nagy arányú győzelmet, ki is kaptunk ilyen mérkőzéseken, nekünk nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy együtt vagyunk, meg itt egy jó környezetben, jó a pálya, klassz lelátó van, jó emberek, jó szívű emberek, és ilyenkor szívesen jön az ember. Azért hétköznap is a kondit rendbe kell tenni ehhez, hogy ne sérüljetek meg. Azért ez a közösség egyrésben is összetart, hogy együtt, most te itthon vagy, tudsz ezek alatt. Tehát hogyan van az, hogy azért nem épülnek le, igaz élsportolókról van szó, és hát vigyáznak a testükre? Hát én csak magamat tudom mondani, én biciklizek heti kétszer kocogok. Télen elmegyek, van egy ilyen nagy teremtorna a Hertának, azt lejátszom, akkor utána egy hónap szünet, mert akkor minden fáj. Az igazság az, hogy én egy rokkant nyugdíjas vagyok. Én most már lejátszom ezt a meccset, én nekem egy hétig a bokám az kétszer akkora lesz és fájni fog, de megéri. Mert ez egy olyan pillanat, én is a Bence itthon van, vele focizok, tavaly itthon volt a Marci is, volt olyan, hogy mind az összes srácom egy csapatban játszottam, amikor apuval én is így imádtam az ilyen nyári focikat. A Biztes Krisztián hoztam a fiát, összerakjuk mindig a sztorit. Tehát tavaly Pécsen ott volt a Király Gabinak a fia, lecserélte fél időben egymást apa és fia kapuba. Tehát ezek mind olyan pillanatok, ami nem jön vissza, egyszer élünk, ezt ki kell használni, és itt Kakasdon jó emberek vannak, jó környezet, és szívesen jövünk.